Prof. Betlen István a Trianoni tragédia után Magyarország miniszterelnökeként soha nem látott válságkezelést hajtott végre. Reformjai következtében a megcsonkított ország sebei kezdtek begyógyulni. Azonban nem véletlen, hogy Betlen így tudta kezelni a helyzetet. Erdélyi arisztokrata család sarjaként pályáját Erdélyi regionális politikusként kezdte, mindemellett jogász és mezőgazdász végzettséggel is rendelkezett. Kezdetben az erdélyi román birtokosság megerősödése ellen harcolt, majd az 1916-os román betörés során figyelmeztette az erdélyieket a várható román területi igényre. A nemzeti kérdés mindig is foglalkoztatta. A nagyhatalmak szorítása közötti politizálás már a vérében volt. Az első világháború után minden eszközzel megpróbálta elérni, hogy Erdély Magyarországhoz tartozhasson, de ez lehetetlen törekvésnek bizonyult, hiszen a béke delegációval nem voltak hajlandóak tárgyalni Verszály-ban. 1921-ben egy területei jelentős részét elvesztő ország miniszterelnöke lett, amit politikai genialitásával és széleskörű tapasztaltságával igyekezett újjáépíteni. Hogyan zajlott a Betleni konszolidáció? Mitől vált gróf Betlen István a XX. századi magyar történelem egyik legkiemelkedő politikusává? Önök az Ez itt a kérdés február 17 ei adását látják. Jó estét kívánok, én Gulyás István vagyok. Múlt heti adásunkban történészek segítségével megvitattuk a Betlen kormányt megelőző periódust, a második részben a nagy konszolidátor reformjaival folytatjuk. Vendégeink Újvári Gábor történész, a Veritas Történetkutató Intézet vezető munkatársa, Szerencsés Károly történész, az Ötvös Lórán új és jelenkori magyar történeti tanszékének tanára, és Nyári Gábor történész, a Magyarság Kutatóintézet Tudományos Munkatársa. Üdvözlöm Önöket, uraim! Kezdjük talán azzal, hogy az elmúlt adásban beszéltünk az államférfiről. Azt gondolom, hogy az, hogy összejöhetett az a hihetetlen konszolidáció 1921 és 1931 között, amit Betlen István, mint államférfi végrehajtott, ahhoz kellett egy nagyszerű taktikus politikus, aki szintén Betlen István, aki például képes volt kivárni azt, hogy, hogy ugye Simonyi Semadám István és Teleki Pál után vállalja csak el a miniszterelnökséget, tehát gyakorlatilag úgy taktikázott, hogy a biztos bukást elkerülje. Jól gondolom? Gábor részben ez is benne van, de hogyha a Trianon aláírásának az időszakát nézzük, és illetve az, hogy hogyan kellett elindítani magát ezt a konszolidációt, akkor itt még 1918-nak, 19 és hát magának a béke diktátumnak az öröksége, az nagyon is élő volt. Tehát az országban még valamilyen szinten politikai értelemben is káosz volt közben, még azért a harcok sem csitultak el teljesen, tehát tudjuk, hogy azért még a szervek ott vannak baranyába, tehát ennél azért bonyolultabb volt a helyzet. Tehát a konszolidáció az megindult, és közben eh, pedig ott volt még negyedik Károly, illetve annak a kérdése is, hogy akkor most Magyarország hogyan lesz király, eh, királyság, ki lesz a király, ki lehet a király, és itt például a Habsburgoknál is elsősorban nem is az volt a kérdés, eh, hogy negyedik Károly személyét vagy valami más királyt kellene választani, hanem az, hogy negyedik Károly például csak magyar király legyen, eh, esetleg szóba jöhessen az, hogy újra Ausztria-Magyarország, és rengeteg nyitott kérdés volt még ekkor. Eh, Betlen nem valóban kivált, de magán, maguk a konszolidációs folyamatok, azok inkább telekivel indultak el, és amikor épp a királypucs miatt Teleki olyan helyzetbe került, hogy a hatalomról gyakorlatilag a hatalomból eltávolították, vagy hát eltávolodott a hatalomból, akkor jött Betlen István, akkor lépett elő, és jó rész pont azért, mert már ekkor éreztő is elérkezettnek az időt ahhoz, hogy megvoltak azok az alaplók, főleg teleki után, amivel már tudott ő is mit kezdeni, és megindulhatott ez a tíz éves periódus. Tehát akkor mégiscsak kivált és mégiscsak nagy taktikus volt. Nagy taktikus volt, igen, és azért azt hozzá kell tenni, hogy Betlen nem juthatott volna ide, hogyha nincsen nagy Szabó István, ha nincsen Pejer Károly, hiszen Betlen állandóan a kompromisszumokat kereste, a megegyezést kereste, és hogyha nem egyezik ki a szociáldemokratákkal, amely kiegyezést mindkét fél nyereségnek érezte, tehát a mai szóhasználatban ez egy nyertes-nyertes játszma volt, illetve ha a nagyatádi Szabó István pártját nem bővíti a saját embereivel, mert itt tulajdonképpen a nagyatádi féle párt ő, működött tovább, az volt kormánypártá ők ketten ehhez nem asszisztálnak, akkor nincs az a sikertörténet, aminek tanúi vagyunk a 20-as években. Tehát ez is mindenképpen hozzátartozik, és azért ne feledjük el azt sem, hogy Betlen nagyon nehéz helyzetben veszi át, még így is a kormányzást, hiszen a külpolitikára gondolunk, Gábor már utalt rá, hogy Baranyában még ott vannak a szerbek, megoldatlan Nyugat-Magyarország kérdése, 21 nyarán létrejön a kisantant, ami egy zárógyűrűt jelent, egy külpolitikai zárógyűrűt jelent Magyarország körül, hiszen az egyetlen olyan ország, amely semleges a két háború között Magyarországgal szemben az Ausztria, de azt se nevezhető egy jó indulat, jóindulatú semlegességnek, és 21-ben még ellenség ez a két ország a nyugat-magyarországi kérdés miatt. Tehát megoldatlan problémák sora van itt, a szociáldemokraták nem vettek részt a 20-as választásokon, tehát ezért kell 21 végén kiegyezni velük, és ezekben ő zseniálisan ő, taktikázik, de kellettek hozzá a partnerek, a politikai partnerek, és nem véletlenül emeltem ki Nagy a Szabó, illetve Pejer nevét. Hát Pejer a lépése abból a szempontból mindenképpen logikus, hogy a szociáldemokraták nyilván le akarták magukról venni annak az ódiumát, hogy, hogy ők tevékenyen részt vettek, akár a Károly kormányban, akár pedig később a, a tanácsköztársaságban. És ráadásul az, hogy ezzel egyfajta nyugalmat sikerült az országban létrehozni, nem voltak tüntetések, nem voltak sztrájkok, ez megnyugtatta a népesség nagyobb részét is. Jól gondolom, Károly? Igen, egy kulcszót mondott ki a Betlen taktikájában, vagy politikájában ezt a, ezt a köznyugalmat, ez az ő szava. Tehát, hogy elérni végre azt, hogy az országban köznyugalom legyen, és az adott körülmények között el lehessen indulni egy evolúció útján, fejlődés útján. Nem véletlenül a bemutatkozó beszédének egyik legfontosabb és leghatásosabb mondata az, hogy a forradalmaknak vége van. Tehát, és legyen vége a forradalmi gondolkodásnak is. És fogjunk hozzá a munkához, vonjunk be mindenkit, aki hajlandó a független Magyarországot egy ilyen fejlődő pályára állítani, és ezért kell a Nagyotádi Istvánnal, Szabó Istvánnal megállapodnia, ezért kell egy egységes pártot létrehoznia, hogy minél nagyobb tábora legyen, és ezért kell a szociáldemokratákat is bevonni a parlamentáris életbe, mert nincsenek benne a parlamentben, és ez a nyugat-európai normák szerint elviselhetetlen volt, és sokáig nem volt tartható, viszont ez egy marxista párt volt, a 21.3-as törvény pedig, amely lerakta az alapokat, az a marxista ideológiát nem engedélyezte Magyarországon olyan pártok működését, amelyek ezt vallották, mert hogy az a fennálló alkotmányos rend megdöntésére szervezkedik, vagy egy ideológia kizárólagos uralmára. Tehát valami megoldást kellett keresni. Betlen a megoldások embere, tehát mindenkivel megpróbálni, megtalálni azt a konszenzust, azt az egyetértést, ami még lehetséges. Ezért van az, hogy, hogy a szociáldemokratákat is vissza tudja hozni a parlamentbe, a legerősebb ellenzéki párt lesz, 25 képviselővel, 22-ben, és, és, ezért van az, hogy, hogy ezt, a, ezt a köznyugalmat, ezt igyekszik közmegelégedésé változtatni. Ez nagyon nehéz folyamat, egy, egy hihetetlen kötéltánc is, mert rengeteg ellenható erő van, az országban és az országon kívül rengeteg kritika van. Ahogy kezdte a beszélgetés, felrém lett bennem, hogy szinte mindegyik magyar miniszterelnök úgy érezte, hogy ő valami áldozatot hoz, amikor elvállalja a miniszterelnökséget, holott persze kívánja is a hatalmat, de valóban Betlen is úgy érezte, hogy ez egy nagy áldozat lesz. És így is lett, ahogy a sikerek ellenére a tíz év alatt sokszor megfordult benne, hogy érdemes ezt az elképesztő munkát folytatni. Igen, de Betlen Istvánnak azért volt egy nagyon pontos víziója, vagy legalábbis az időszakban kialakult egy nagyon pontos vízió, ami viszont Magyarországnak mind társadalmi, mind pedig gazdasági és kulturális fejlődés szempontjából is hozott. Tehát az, hogy talán nevezhetjük ezt a, a Betlem Pajer paktumot egy ilyen sajátos korai korporációnak. Tehát, hogy, hogy lecsendesíti a szociáldemokratákat, lehet, hogy rossz szó a korporáció, lecsendesíti a szociáldemokratákat. Az, hogy a legnagyobb párttal, a független kis gazda és földmunkás párttal sikerül egy olyan megegyezést kötni, amelyen létrehoz egy egészen érdekes koalíciót, és ez a koalíció hosszú időn keresztül kormányzóképes képes marad, ez mindenképpen azt jelzi, hogy neki nagyon komoly víziói vannak. Magyarország tekintetében. Úgy, hogy Magyarország 1920-ban, illetve hát a Trianoni Békeszerződés után kap egy knokautot. Tehát Földön van, és számolnak rá. Ugye? Gyakorlatilag Magyarországot talpra kellett állítani. Az, hogy egy ilyen kiütés után talpra állhasson egy ország, ilyen veszteséges után, ehhez mindenképpen egyfajta hosszú távú gondolkodás szükséges. És ez volt az, amelyik Betlent a taktikus végig jellemezte. Azzal, hogy létrehozta az egységes pártot, ezzel sikerült egy olyan kormánypártot létrehoznia, amelyik képes volt a Horthy korszakban mindvégig a vezető kormányerőt adnia. Ehhez hozzáteszem azt is, hogy nem elég az, hogy egy pártot sikerült így létrehoznia, hanem nagyon sok szellemi irányzatot. Tehát ez az Egységes Párt is, hiába Egységes Párt a neve, itt azért rengeteg elem volt benne, ugye volt benne a polgárság, ide tartozott valamennyire a régi arisztokrácia is, volt egy olyan iránya, amelyik inkább a társadalom felé ment el, és ezeket egy platformon tudta hát egyesíteni. Igen, a parasztok és az arisztokraták egy pártban voltak gyakorlatilag. És mindehez pedig hozzá kell azt tenni, hogy pont azzal, hogy a Betlen, Kelenpeyer paktum is létrejött, ezáltal el fogadva azok a politikai keretek, amelyeket nyilván Betlen hozott létre, de az egész ország, az egész társadalom ezt kívánta, illetve a magyarság határokon innen is túl, hogy valamilyen módon a trianoni békeszerződés, a trianoni békediktátumot felül kell írni. Itt nem arról van szó, főleg nem az első évben, hogy bármilyen módon fegyveres harccal, hanem azzal, hogy itt történt egy e, igazságtalan béke Magyarországgal szemben, egy igazságtalan békediktátum, e, ami ilyen módon, vagy amelyen urrá kell lenni, ennek lett a vége a békés revíziók, de itt nyilván azzal kezdődött, hogy mellett, hogy ha konszolidáljuk az országot, de hogy mellette a magyarság egységét meg kell őrizni, és ebbe be kell vonni a határokon túli magyarságot. Ez is igencsak nehéz volt ezeket a folyamatokat úgy végigvinni, egy olyan kultúrpolitikát folytatni mellette, egy olyan külpolitikát folytatni, hogy közben, ahogy itt már említése került, létrejött a kisantantami ami végig ellenséges volt, és Betlennek minden sikerült, és ezeket a lépéseket hosszú távú stratégiát követve úgy tudta végigvinni, hogy gyakorlatilag az ország szinte a tíz év alatt, majdnem végig, de egységesen kiállt mögötte, vagy azt az egységet tudta maga mögött biztosan tudni, amelyik elég volt ahhoz, hogy kormányozhasson. Ugye magának ennek a, a, a tíz évnek, meg az utána következő éveknek azért a revízió volt a legfontosabb hívószava. Viszont a revízió mint egy általános politikai üzenet alatt, azért nagyon sok minden történik ebben az országban. Ugye egyrészt szükség van egyfajta gazdasági konszolidációra. Hogy néz ki Magyarország 1921-ben gazdaságilag? Hát nagyon rosszul néz ki, tehát mindenki azt gondolja még 2021-ben, hogy Magyarország egy életképtelen ország, mint ahogy egyébként Ausztriáról is ugyanígy gondolják, a másik utódállamról, már mint a másik olyan utódállamról, amely korábban birodalom alkotó fél volt, és innen sikerül feltápászkodni. Gondoljunk arra, hogy 1920-21-ben a mezőgazdasági teljesítmény az körülbelül a fele az 1913. évinek, az ipari teljesítménynél még ennél is rosszabbak az arányok, tehát 35-40 százalék a háború előtti utolsó béke évének, és ehhez képest a 20-as évek végére az ipari termelés már 12-13 százalékkal meghaladja a 13-ast, a mezőgazdasági termelésnél ugyanilyen felfutásnak vagyunk tanúi, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy kulturális tekintetben is mi minden Minek történik. Minek köszönhető tehát. Ez, a, ez a gazdasági ugrás? Tehát ugye egy alaptétel a történettudományban, meg a gazdaságtörténetben, hogy Magyarország akkor, amikor egyharmadára csökken, akkor gyakorlatilag a fontos ipari területeinek a jelentős részét elveszíti de az ipari munkásság nagy része Magyarországon marad. Tehát társadalmilag ő... viszont nyer vele bizonyos értelemben. Társadalmilag el. nyer vele, furcsa módon a trianoni béke ilyesmivel járt, tehát például kulturális téren is az analfabetizmus megfeleződik, 33 ról 168 százalékra csökken 1990-ben. Tehát az elcsatott területeken? Az értelmiségiek aránya az majdnem duplájára növekszik a lakosságon belül, de ennek mindig van egy óriási hátulütője. Az, hogy az értelmiségiek aránya így megnövekszik, az részben amiatt történik, mert 400 ezeren átjönnek Magyarországra, egykori szülőföldjükről, és ezek között rendkívül erősen felülreprezentáltak az értelmiségiek. Kár... Én ezt csatlakoznék, tehát egy másik oldalról, tehát ahhoz, hogy ez sikerülhetett a talpraállás és a gazdasági fejlődés, ahhoz kellett egy szellemi erőfeszítés, hogy ezt az életképtelenség, érzést ne vegye át a magyarság, a közönyt, a lemondást, a restséget, stb., amivel amúgy is a legnagyobbjaink is szoktak illetni minket, szétsényig visszamehetnénk. Tehát, hogy Patópálság. A például, tehát hogy majd rá, de tehát kellett egy ilyen megújodás, ehhez meg kellett egy ilyen ember, aki kitűzte világosan a célokat. Kitűzte, hogy a szélsőségeket megfogjuk mindenáron, Fékezni. Mind szélbalt, mind széljobbat. Számtalan példa van erre, hogy hogyan csinálja. Megmondja, hogy mit, mi a legfontosabb a középosztály, az új magyar középosztály megteremtése. Mert az 50 éves ö, ö, dualizmus és előtte a Bach korszakban ez megroppant. Részben a külső betelepülés miatt, részben, mert mert egyszerűen képtelen volt a magyar középosztály ifjúsága bekapcsolódni a gazdasági életbe, kereskedelembe, iparba, leginkább maradt az államnál, az állam meg a harmadára csökkent. Hát nem tudod hova elrakni ezt a sok embert. Tehát a középosztály ebben benne van a birtokos parasztól, az értelmiségén át, a tisztviselék, sok minden. Be kezdődik a gentrifikáció lebontása? Megpróbálja, igen, és minden beszédében szinte kitér arra, hogy Klebesbergre is utalok most, biztos lesz még róla szó. Ajaj. Tehát, hogy, hogy nem akarunk mindig az árnyékban ülni. Nem akarunk ott ülni, nem akarunk várni másra, nem akarunk csak mutogatni. Tehát munkát akarunk, dolgozni akarunk, tudást akarunk, és ehhez erkölcsöt, mert a tudás nem elegendő magában az rosszat is tud tenni a tudás, tehát erkölcsöt akarunk. Ebből áll össze a Klebersberg által megfogalmazott program. Tehát ehhez kell a népnevelés, ehhez kell az iskola, hogy még azt a 13%-ot is megfelezzük, és ehhez kell az, hogy legyen az országnak egy külpolitikai látóköre. Mert azt mondja Betlen, hogy 400 év alatt elfelejtettük a külpolitikai gondolkodást. Mert be voltunk zárva ebbe a birodalomba, voltak persze magyarok, akiknek megvolt ez, de általában elfelejtettük, nem néztünk kifelé, mert nem mi intéztük. De most függetlenek vagyunk, és meg kell, meg kell próbálnunk a külpolitikai látószögünket ö, meg, megteremteni, pontosítani és ennek lesz majd a vége, hogy amikor kellő erőnk van hozzá, akkor meg kell próbálnunk újra gombolni a mellé. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy társadalmi és politikai újratervezés korszaka indul meg Betlen kormányzásával? Mondhatjuk ráadásul mindezt úgy, hogy ez a változó Európának a kora és a változó világnak a kora, tehát gondoljunk abba bele, hogy itt van egy világháború, amelyik a Európában az első modern háború volt, mérhetetlen pusztítás, utána a járvány, országok esnek szét, új országok jönnek létre, tehát olyan dolgok mentek végbe pár év alatt, úgyhogy megjelent közben már ekkora szélsőbb a kommunizmussal, ami korábban nem volt jellemző, nem volt rá példa Európában és ilyen körülmények között rengeteg kérdés vetődött fel, hogyha a régi rendszer az elvezeti minket az első világháborúhoz, akkor hogyan lehet ez alapján tovább menni? Milyen új válaszokat lehet adni a felvetődő kérdésekre? Ezért jelenik meg például Alszországban a fasizmus, a kérdése egyfajta adott válasz maga a kommunizmus, ez lesz később egyébként a nemzeti szocializmus is, és amíg Európában ilyen folyamatok mennek végbe, addig Betlen egy rendkívül stabil államot Létre, amely úgy tudja megreformálni valahol a társadalmat, úgy tudja megreformálni a gazdaságot, úgy tud külföldi tőkét, külföldi költségeket bevonni a gazdaságba, hogy mindeközben mind végig hangoztatja, hogy ez az ezer éves magyar állam, mi ezer éves jogállamiságon, mi ezer éves stabil lábokon állunk. Mit jelent az, és beszéljünk arról, hogy azért akkor, amikor az osztály magyar monarchia időszaka volt, akkor Magyarország a monarchia részeként, de mégiscsak egy katonai nagyhatalom volt. És most a katonai nagyhatalomból egy megvert ország, szétvert hadserege, szétvert hadipara, és egyáltalán a mozgásképtelenségig visszafejlesztett hadi rendszer van Magyarországon. Ez mit jelent azoknak az embereknek, akik itt élnek, és ez a birodalmi szemléletből vissza kell lépni, amerjünk kicsik lenni, aztán hát, ha egyszer megint nagyok leszünk, Kontaktan. Ez a megyünk kicsik lenni, ez igazából tehát soha nem jelent meg ebbe a korszakba, pont ezért tudott Magyarország talpra. Egyfajta provokációnak szerintem. Mert, mert nem, a, nem a megyünk kicsik lenni e, volt az alappolitika, a hanem az, hogy mi itt vagyunk ezer éve, e, az ezer éves hagyományinak megfelelően kell nekünk tovább lépni, kell nekünk valahogy feléledni ebből. És e, nagyon sokan próbálták mindjárt jön an aláírása után e, úgy felfogni magát, ezt mint egy lehető ez megjelent már az aláírás napján, Rubinek Gyulja volt az, aki kormánytakként elmondta, hogy igen, ez egy nagyon nagy csapás, de egybe itt az úgy lehetőség arra, hogy független államként újra meghatározóak legyünk Európában. Ennek, ennek a nagy soknak, ennek a hatalmas pofonnak kiütésnek volt köszönhető, hogy a teljes magyar társadalom összetudott fogni valamilyen célért. Azért, hogy el tudjuk érni azt, hogy újra büszkék leszünk arra, hogy magyarok legyünk, ehhez kellett egyébként azt klébezve Kunóval, eh, hogy egy olyan eh, oktatási rendszer, egy olyan kulturális rendszer jöjjön létre, amelyik eh, az egész Kárpát-medencében eh, vezető eh, szerepet tud betölteni, amelyik kiemelkedik, olyan arányszámokat tud hozni, hogy már eh, elhangzott, hogy az analfabetizmus aránya, eh, igen, Trianon után 13 volt, utána ez a 30-as évek elejére 7 alá csökkent, és úgy, hogy közben nyilván eh, nagyon sok analfabetet megörököltek a szomszédos államok, de a 30-as évek elején Közben uh, Jugoszláviában és Romániában mindkét országban 40% felett van az analfabetizmus, és ezek az arányok ott nem javultak ugyanezen időszak alatt. Tehát uh, az, hogy itt egy erős magyar társadalom jött létre, ahhoz kellett az a fajta gondolkodás, hogy Betlen tudott Európában gondolkodni, tudott Magyarországban gondolkodni, jó előre meg tudta határozni ezeket a lépéseket, hogy hogyan kell konszolidálni a gazdaságot, hogyha ez megvan, hogyan kell a társadalmi konszolidáció útjára lépni, közben hogyan kell elindítani a külpolitikának a felépítését, és hogyan lehet úgy orientálódni az angol országokhoz, hogy közben 27-ben az olaszokkal kötjük meg a barátsági szerződést, és közben hogyan lehet egy olyan táptalajt adni, szellemi táptalajt adni, ami segít ahhoz, hogy a teljes társadalom talpra álljon. Innen folytatjuk, előtt azonban nézzünk meg egy rövid interjút Babus Zoltán hadtörténésszel, akit arról kérdeztünk, hogy melyek voltak Trianon után a legjelentősebb hadművelet és katonai intézkedések. a hadsereg szervezetét is megszabták, ami azt jelentette, hogy hadosztálynál magasabb köteléket nem lehetett szervezni. Ebből adódóan 1922-től hét vegyes dandár erőben szervezik meg a magyar királyi honvédséget, illetve két lovas dandár erőben pedig a, a, a honvéd lovasságot. Na most a, ebből adódóan, hogy, hogy, ilyen szűk keretek közé szabták a, a hadsereget, és uh, miután nagyon jól tudjuk azt, hogy a, a, a revízió, mint olyan, akkor már az egész magyar társadalmat áthatotta hiszen nem volt olyan magyar család, akinek ne lett volna ö, valamely elszakított ország részben a rokonsága. mindenkiben éget az egészséges ö, irredentizmus és a revízió iránti vágy. Azonban a külpolitikai elszigeteltségből adódóan ö, nem sok mozgást adódott a magyar hadvezetőségnek arra, hogy a hadseregeket nyíltan fejleszte. Természetesen még azért viszonylag nagyobb számú nehézség állott a magyar királyi honbédség rendelkedésére, de ezeket hivatalból nem lehetett hadrendben tartani. Ez azt jelentette a valóságban, a például a felügyi Bélnitzer Ernő tábornoknak az emlékiratait aki a 20 évek elején az egyik ilyen, ilyen, összekötő Antant bizottsági tiszt volt, leírta azt egy alkalommal, hogy a, a, az Antant katonai bizottság szúrópróba szerűen végzett ellenőrzéseket az ország területén, hogy kellő mértékben halad a lefegyverzés, illetve nincsenek tiltott fegyverek alkalmazásban a magyar királyi honvédség részéről. Például egy alkalommal szerencsre szállt ki ez a, ez a, katonai ellenőrző bizottság, de már már nem volt arra idő, hogy az ott elrejtett és szétszerelt fegyvereket elmenekítsék más helyszíre. Ebből adódóan az előző este folyamán kiszállt egy magyar katonai bizottság, lecserélték az utcai évtáblákat így módon megzavarták a bizottságot, tehát a cím szerint jó helyre mentek ki, de a valóságban nem abba az utcába, ahova kellett volna, így nem találták meg az ominózus alkatrészeket. És az 1928-ban, amikor, amikor a, a, a szorítás enyhül a, a, magyar kormányon, illetve már, már vannak olyan csírák, hiszen a, a, légierőt is valamilyen szinten hadrendben tartják, igaz, hogy, hogy nem, a, nem a honvédség berkein belül, de átgondolják a struktúráját annak, hogy hogyan lehet a hadsereget felkészíteni egy majdani rebérziós háborúra. Ugye azzal a számot vetnek, hogy azzal a létszámmal, amit Trianonban megszabtak a, a Honvédség számára, azzal nem lehet háborút kezdeni. Tehát ebből adódóan ugye a, vámügyőrség, a vámőrség, a csendőrség keretén belül, illetve különböző lövészegyesületek, vagy a Levente mozgalomnak a kötelékén belül sikerül egy, egy olyan, olyan háttérbázis képíteni, amelyel a majdani tömeghadsereget ki lehet építeni. Tehát itt az történik, hogy, hogy nincs elegendő toborzott legénysége a magyar királyi honvédségnek, és így már a 20-as évek második felétől elrendelik az úgynevezett kényszertoborzást. Itt már visszakapcsolok arra, hogy 1927 végén van egy kolona ülés 27 decemberének végén, ahol döntenek arra, hogy 1928 és 30 között hadseregfejlesztésbe fognak, ami, ami azt eredményezi, hogy a, a páncélosoknak a, a bázisát képíti, tehát a páncélos kiképzésnek a bázisát, ugyanígy a repülőgépeknek a, a kiképzési bázisát szintén, a műszaki alakulatokat fejlesztik, a közepes tüzérséget fejlesztik, tehát azokat, amiket nem lehetett hivatalosan hadrendben tartani, és a Triani Honvédségnek a létszámát a rejtett alakulatokkal együtt megpróbálják kb. 65 ezer főre felemelni. Na most a valóságban ugye volt a hivatalos hadrend, amiről tudott az Antant, de volt egy, egy olyan hadrend, amiről nem tudtak, ez volt az úgynevezett felriasztási hadrend, amely háború esetén lépett volna életbe. Ez 1922 tájékán kb. 116 ezer fős hadsereget eredményezett, de nem volt elegendő fegyver, lőszer, felszerelés, egyenruházat. 1930-ra ezt a számot 247 ezer főre sikerült feltornászni. Tehát úgy fegyverkezik Magyarország, hogy közben lehetőség szerint ez ne derüljön ki, és hát nyilvánvaló, hogy ez a fegyverkezés muszáj, részben Valamiféle egzisztenciát kell biztosítani az egykori osztrák-magyar katonatiszteknek, mert nem mindenki fér be az új honvédségbe. Másrészt pedig, ha körülnézünk, akkor egész Európa fegyverkezik, beszéltünk erről itt, amíg ment az anyag, Kivétel talán a britteket, ők egy kicsit benézték. Tehát ez mindenképpen egyrészt ahhoz a gazdasági konszolidációhoz valamilyen szinten hozzátartozik részben társadalmi szinten, részben pedig gazdasági szinten, amelynek azért a csúcsa az a pénzügyi konszolidáció, amely a Magyar Nemzeti Bankkal indul és a pengő bevezetésével éri el a csúcspontját. És Magyarországon egy stabil pénzrendszert hoz létre egészen a, a világgazdasági válságig, és az sem töri meg annyi, annyira Magyarországot, mint amennyire várható lenne egy ilyen utódállamnál. Jól látom ezt? Hát a pengő Európa egyik legbiztosabb fizetőeszköze egészen 1943-ig, tehát nagyon sokáig tartja az értékét. Itt a fő törekvés az volt szerintem, hogy a hátrányból erőt kovácsoljunk, tehát nem lehet fegyverkezni, ez bújtottan részben meg lehet valósítani, de azt a pénzt, amit nem a fegyverkezésre fordítunk, azt más infrastrukturális, kulturális és egyéb beruházásokra lehet fordítani. És innen van az, hogy véleményem szerint három sikerágazata volt ennek az időszaknak, az 1920-as éveknek. Az egyik éppen a kulturális politika volt. Ugye Klebersberg már a miniszteri bemutatkozó beszédében mondta, hogy Magyarországot ma nem akart, hanem a kultúra tartja meg és teheti ismét nagyjá. A másik a gazdaságpolitika, és itt ki kell emelnem például Bud Jánosnak a nevét, aki egy kiváló gazdaságpolitikus volt. Nem nagyon szoktunk beszélni róla, de azok a reformok, amelyek megvalósultak, nélküle nem jöttek volna létre. Maga Betlen is volt pénzügyminiszter. Így is van, például. igen, igen, igen. Többször is, rövidebb ideig. És a harmadik a külpolitika, mert azért ne felejtjük el, egy teljes külpolitikai elzártságban voltunk, és 1927-től ebből sikerült kitörni de hozzáteszem, hogy kulturális külpolitika segítségével már az 1920-as évek elejétől, közepétől végbe ment ez, hiszen létrehozták azokat a külföldi magyar intézeteket, kollégium hungarikumokat, a tehetséges magyar fiatalok ő, utaztak ki, ott a legjobb nemzetközi hírű intézetekben dolgoztak, és vitték a magyarság hírét, és ez a kulturális külpolitika tulajdonképp megágyazott a klasszikus diplomáciának, hiszen az sem véletlen, hogy 1927-ben, mikor Magyarország Olaszországgal ö, létrehozza azt a megállapodást, amely segít minket kikerülni ebből a teljes elzártságból, ami a kisantant révén nehezedik Magyarországra. Betlennek ezt az olasz útját, Kleber készíti elő, egy hónappal Betlen előtt kimegy Rómába, tárgyal Mussolinivel, olasz vezetőkkel, megvásárolja a Palazzo Falconierit, ami a kollégium Hungarikum otthona lesz, egyik legszebb korabarok palotta Rómában és ezután megy ki Betlen, hogy ezt a klasszikus diplomácia eszköztárába illő megállapodást aláírja. Hát akkor beszéljünk Klebersberg Kuno művelődési miniszterről, akinek a tevékenysége ebben a kormányban tulajdonképpen a 20. század egyik legnagyobb, hát mondhatjuk úgy, hogy oktatási kvantumugrását hajtja végre Magyarországon, hiszen az elemi... Iskolai oktatástól egészen a felső oktatásig, a tehetséggondozásig mindent érint, és nem csupán eszmei szinten és tudományos szinten, hanem infrastruktúrális szinten is. És ez nagyon fontos. Károly. Ez kétségtelen tény. Tehát mindez megint csak abból fakad, hogy Betlennek, Kleberzbergel azonos, Elvei voltak, azt gondolta, hogy ezt a Magyarországot, ezt a csonka Magyarországot alapvetően szellemi eszközökkel kell felemelni. A szellemi eszközöknek pedig az oktatás, a tudomány, a kultúra a legjobb helye, ahol azt ki lehet művelni. Úgyhogy ezért fordítanak nagyon komoly összegeket arra, hogy egyetemeket telepítsenek haza, ugye Kolozsvárról, Pozsonyból, az egész infrastruktúráját Szegeden, Pécsen beindítsák, és tulajdonképpen a Debreceni Egyetem is igazán a világháború után megoldik föl. Tehát erre, erre nagyon nagy hangsúlyt fektettek, megint csak azért, hogy hogy ez a középosztály, ez megerősödjön, minél többen juthassanak oktatáshoz, ne maradjon olyan tömeg az országban, aki még olvasni sem tud, vagy nem akar és nem hajlandó, ne legyen olyan tömeg, amely, amely a, a handabandázóknak hisz, mert akkor is voltak, Betlent széljobbról és szélbarról is támadták. Egyszer azt mondja a parlamentben, hogy uraim önök addig mennek jobbra, míg egyszer csak megérkeznek balra. Ugye tehát érezve az azonosságot a szélbal és a szél jobb között, tehát én úgy gondolom, hogy a, hogy a kulturális beruházások, a kulturális politika az a nagy politikának az egyik legfontosabb eszköze, és most nem szeretnék kitérni a részletekre, mert az idő nagyon kevés, de azt még elmondanám, hogy ez annak is az, az eszköze, hogy, hogy az országban stabilitás legyen. Elhangzott a szó. Tehát Betlennek a legfontosabb törekvése azok mellett, amik elhangzottak, hogy stabilitás legyen. Csak úgy érhető el a gazdasági siker, csak úgy érhető el ez a kulturális fejlődés, és csak úgy érhető el majdan a nemzeti cél tehát a stabilitás. Na most ennek érdekében ő mer visszafele is lépni. Te hangzott, hogy merjünk kicsik lenni, ez nem az, hanem, hogy merjünk megfontoltak lenni, de ha szükséges, akkor akár óriási ellenerők közepette is merjünk visszalépni. Ez nem igazolni akarom azt, nyilván nem, főleg nem azt akarom mondani, hogy ma ez helyes lenne, de ő azt mondja, hogy a tömeguralom az nagyon veszélyes, erre a példa Németország. Tehát meg kell azt oldani, hogy az intelligencia megmaradhasson az ország vezetésében, de ugyanakkor tömegek vegyenek részt a politika alakításában, immáron népnevelt tömegek. És hát ezért lép vissza például a választás. A választási tömege, Na, ugye. Tehát ezt azért el kell mondanunk, hogy rendelettel, nem, nem szépen, tehát taktikusan mondjuk így, tehát lejár ugye a mandátum, és akkor véletlenül rendelettel kell 22-ben intézni a dolgokat, és hát ott van egy nagy visszalépés részben a választók számát tekintve, újra cenzus, főleg műveltségi cenzus, és a nyílt szavazás visszaállítása. Egyébként ez rendszeresen visszajön, a mai politikában is visszajön ez a, ez a gondolat. Csak, hogy nem csak Magyarországon. Hogy ez a stabilitás miatt kell, nem nem teheti ki. Betlen úgy gondolja, nem teheti ki a, a, a jelszavaknak a, a, a 22-ben már Európában, nagyon hát 23-ban van a Hitler pucs, a sörpucs, tehát és annak vannak magyar szála is, tehát ide is elérnek azok a hangok, tehát hogy ezt, ezt ő úgy gondolta, hogy így lehet megállítani, végig így gondolta. Tehát konzekvens a... Konzekvens volt ebben Gömbössel a dologban, szemben is, bár gömbös volt. se csinálta meg, és végül is végig úgy gondolta, hogy, hogy erre szükség van ahhoz, hogy ez az ország például a, a pénzügyi stabilizációt végre tudja hajtani. De hozzátenném, hogy ez a visszalépés sok szempontból erőlerépés volt, hiszen visszalépés volt a... 22-es választási rendelet a Friedrich féle 1919-es választási rendelethez képest, ott körülbelül a lakosság 40%-a volt választójogosult, a 22-es rendelet alapján 30%, tehát 10%-os visszalépés, ugyanakkor ha ahhoz viszonyítjuk, hogy 1918 előtt 6% volt ez az arány, mégis óriási előrelépés, tehát nem feltétlenül csak a visszalépés. Tehát nem a gyökerekhez ment vissza, És mögött egy, egy, olyan, tárba. ideológia, amit Betlen, mert Klebersberg is vallott, Betlen már a tízes években, Klebersberg pedig a húszas években sokszor elmondta, hogy szeretni látni azt a demokráciát, ahol egymillió analfabéta adja le a szavazatát, hogy ők mire szavaznak, mert azt se tudják, hogy mit írnak alá. Tehát nyilvánvaló ez a kulturális fejlesztés, amiről szó volt, azért is volt rendkívül sürgető, hogy a kulturális demokrácia legyen a politikai demokrácia pionírje, ahogy Klebersberg meg Betlen is többször ezt hangsúlyozta. Tehát előbb kulturális demokrácia, írni-olvasni tudás, teljes körülön, utána politikai demokrácia. Nyári Gábor következik, de tartozom egy bocsánat kéréssel, a feltételes reflex Magyarság Intézetet mondatott velem, rendszerváltozás történetet kutató intézet tör ki. Bocsánatot kérek a tévesztésért. Uh -huh. uh, Kinyitotta egyébként? Tehát ugye beszéltünk, az egyik, a marxista történetírásnak az egyik legfontosabb kritikája Betlennel szemben ez a fajta cenzusos választójogi visszalépés, ami mint kiderül, ugye azért nem akkora visszalépés, mint amekorát ennek tulajdonítottak. De az oktatás, a Klebersbergi idea, hogy tényleg az elemitől kezdve a felsőoktatásig a lehető legszélesebb néprétegek jelenjenek meg, ez tulajdonképpen kinyitotta azt a fajta, mondjuk így metaforikusan kasztrendszert, amikor ebben jellemezte Magyarországot, és megnyitotta azok előtt az érvényesülés lehetőségét teleki kollégium, és még lehetne sorolni, vagy az, hogy ugye az első numerus clausus gyakorlatilag a, a Betlen kormány anullálja, teljes egészében nem vonja vissza, de nem alkalmazzák. Tehát ugyanúgy továbbra is a zsidószármazású hallgatók járhatnak egyetemre, és nem korlátozzák az ő tanulásukat. Ilyen, nagyon sokak előtt megnyitották. Tehát itt elhangzott már a, a maga a népiskolai reform. Tehát itt Klebersberg alatt körülbelül olyan 5500 5600 ról 7000-re emelkedik a népiskolák száma. Az Ugyanúgy a tanítók száma 16000-21000-re emelkedik a képzett tanítók száma. Tehát azzal, hogy már az elemi iskoláknál egy olyan képzett réteg jön létre, amelyik nem csak én olvasni tudtám, azért ez egy egészen komoly tudás volt a korszak Európában, egy modern tudást, hozzátéve ehhez a megfelelő értékeket, nemzeti értékeket és hagyományokat, tehát egyből többen tudtak tovább lépni az oktatás egy következő szintjére. Ugyancsak itt nem csak oktatásról van szó, hanem nevelésről, tehát azt is biztosították, hogy nem csak az iskolai keretek között, hanem azon kívül is a megfelelő nevelésben részesüljenek a diákok, fiatalok, és itt nem csak a Leventékről lehet beszélni, hanem arról a cserkész mozgalomról, amelyik Magyarországon nagyon gyorsan megerősödött, és igaz, hogy már Betlen után 1933 ban de már egy világzsembor itt tudunk tartani Gödöllőn, ami egyrészt mutatja, hogy mennyire erős volt maga az ifjúsági mozgalom, másrészt pedig az, hogy Magyarország mennyit erősödött hát ez idő alatt. <laughs> igen, de mellette ott vannak még a, a Kalott, Kalász, és még rengeteg e, hasonló ifjúsági mozgalom, ott van emellett a sport. Tehát, hogy e, gyakorlatilag azt is úgy, ahogy sikerült lenullázni e, Tianan után, és eljutunk oda, hogy a másik világháború előtt már VB is szerez a e, magyar válogatott, és előtte is rendkívül nagy sikerek voltak, amelyek pont a klébezbelgi oktatás és nevelésnek köszönhetően e, 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 alakultak ki, és mellette pedig az is szóba került már, hogy e, kialakult az a fajta ösztön, rendszer, ami azzal kezdődött, hogy a tehetséges, de szegény paraszti sorsúak számára biztosították a lehetőséget, nem mindenki számára, tehát azért nem, ez nem volt annyira széles réteg, de mégiscsak megnyílt a, a kapuk, hogy egyetemre menjenek. Megnyílt, ez egy hol... komoly castingot következménye volt, tehát azért nem mindenki számára, mert megpróbálták a valóban tehetségeseket kiválasztani. Ez meg nem is lehetett mindenki, tehát hogy azért itt az egyetemnél még tényleg arról van szó, hogy egy elitképzés, tehát nem tömegképzés, hanem az egyetem egy elitképzés. De már a farasztság gyerekei Ott is volt bekerülnek. Például a Horti Miklós kollégium, ahol kifejezetten a szegény paraszti származású gyerekek e, tudtak bejutni, vagy onnan választották ki a tehetségeseket. Maga a, a felálló e, gyakorlatilag szociális társadalombiztosítási rendszer is e, arra úgy alakult ki, hogy a szegényebb sorban lévőket jobban támogassák, és aztán ez az ösztöndi rendszer, ez egészen adáig elment, hogy ahogy már szintén szóba küldtek a kollégium hungarikumok, hogy e, ezekbe pedig az egész világba eljutottak azok a magyar tehetséges fiak akik úgy tudták gyarapítani a tudásukat, mellette pedig hazájuk hírnevét öregbítették, és közülük is nagyon sokan voltak, akik vagy paraszti, vagy munkásszármazások voltak, vagy a kispolgárságból kerültek ki, talán igazából a polgárság volt az, amelyik a legtöbbet tudott ilyen szinten előrébb lépni. Ha már szóba jött a parasztság, azért ne hagyjuk ki azt, a másik nagy marxista történeti állítást, hogy, hogy teljes egészében elszabotálta gyakorlatilag a földreformot Betlen István. Nyilván az arisztokrata származás azért ebben a, az ügyben nagyon erősen benne volt, és ugye ez volt az az időszak, amit a három millió koldus országok, vagy amiben a három millió koldus országaként apostrofálják Magyarországot. Teljes egészében igaz ez, mert valóban nagyon nagy a szegényparasság aránya akkor Magyarországon, de teljes egészében igaz ez? Én úgy vélem, hogy szinte teljes egészében igaz. Ő egyébként magát a szó összetételt nem baloldalon alkották meg, hanem szélső jobban, hiszen Olák György volt az, aki a három millió koldust bevitte a köztudatba. Az előbb mondta a tanár úr, hogy a szélbal meg a széljobb összeérhet, hát vidáman vitte tovább a bal. Ö, vidáman igen, de azért vihetett tovább, mert volt igazságtartalma, és hát hozzáteszem, hogy az egyetemeken is a szegény parasság, amely a társadalom nagy részét tette ki, egy három százalékos arányal képviseltette magát, tehát ez rendkívül alacsony volt, és majd csak a korszak végén... Sokkal több, mint a nulla. Hát annál több. Hóman Bálint idején kezdenek meg olyan akciókat, amelyek azt eredményezik, hogy már ők is beemelkedhetnek a középosztályba. Kliversberg idején, betlen idején még egy tudatos középosztályfejlesztésről van szó. Ami azt jelenti, hogy a középosztályból származó gyermekeket részesítik elsősorban előnyben. Tehát ez egy későbbi fejlemény, már a másik világháború előtti, hogy a szegény parasztok bekerülnek az egyetemekre és főiskolákra, és ez már nem igazán tudta magát kifutni. De sajnos ezek a társadalmi igazságtalanságok megvoltak, ebből a szempontból úgy vélem a népi hírok leletei, a szociográfiai munkái, azok nagy részt az igazságot tárták fel, de ne feledjük el, hogy nem csak Magyarországon voltak ilyen gondok, hanem különösen tőlünk keletre, dél-keletre ezek rendkívül jellemzőek voltak, de Nyugat-Európában sem voltak ismeretlenek. Károly? Differenciált volt a parasság, ez egy óriási rétege a magyar társadalomnak, tehát nem hinném, hogy ez a három millió koldus, ez jogos ez a kifejezés, differenciált volt a parasság, és, és a parasságnak volt birtokos része, ez a kisgazda rész, kisgazda egy 200 holdas paraszt is, meg kisgazda egy két paraszt is, mert a két holdas is majd egyszer négy holdas, aztán 8 holdas akar lenni, és itt tovább. Tehát, és persze volt föld nélküli parasság, cselédek, zsellérek, akiknek nagyon nehéz dolguk volt, de, de koldusnak mégsem nevezném, rettenetes nehéz körülmények között éltek emberek, és számukra a társadalmi mobilitás szinte lehetetlen volt. Bocsánat, de volt ebben egyfajta olyan gazdasági tudatosság ebben a beteni elképzelésben, hogy az arisztokrácia, ha már birtokkal rendelkezik, és ehhez megfelelő infrastruktúrával, akkor gyakorlatilag, mint munkaadó legalább megtartandó? Éppen, volt. éppen ezek miatt, a cseléd és sorban élő emberek miatt? Volt természetesen, az egyik alapkoncepció ez volt, visszatérek a stabilitásra, tehát Betlen úgy ítélte meg, hogy ha többet elveszünk, akkor az instabilitást fog eredményezni a politikai téren, ha a birtokosoktól elveszük a, a birtokaikat és szétosztjuk, és ez gazdaságilag sem Üdvös! Úgy gondolták, hogy, hogy inkább kis birtokokat, házhelyeket kell adni, ami megtartja falun a parasztságot, nem fog felözönleni a városokba, ahol nincs munka, ahol el, így aztán munkanélkül, vagy lumpenproletár lesz, tehát megmarad a falun, dolgozik a saját kis birtokán, kis házhelyén, és ugyanakkor, amikor szezon van, akkor napszámosként munkaerőt biztosít a megmaradó áru termelő nagy birtoknak. Ez már csak eredetében feudális, de már modern eszközökkel dolgozik, gépekkel, stb. és ennek megvan a, így a munka ereje. Tehát ez egy alapvető gondolat volt, de hát természetesen mindenki a saját hasznát kereste, a birtokosok is, és hát egy pengő volt egy napszám, egy pengő tehát és száz napnál kevesebb jutott általában. Igen, a nehéz... havi 200 pengő az már... Attól ez nagyon messze van, attól nagyon, nagyon messze, messze van. van, tehát ez, ez eredményezte azt, hogy valóban százezrek nagyon nehéz anyagi körülmények között éltek az országban, és ez, ez aztán ki is fejeződött a népírók mozgalmában, és aztán aztán ugye paraszpárt is alakult, és végül a kisgazdák is rájöttek, hogy itt nem koalícióról van szó, mert elhangzott az elején, hanem a hanem jöttőlük ellopták a pártjukat. Igen, és nagy is sikerült megbuktatni. Igen, és 30-ban megalakítják újra a kisgazdapártot, független kisgazdapárt néven, hogy megkülönböztessék magukat a kormánypártól, amely szintén kisgazdapártnak hívja magát. Tehát azért ilyen feszültségek voltak a társadalomban. Betlennek az volt a zsenialitása, hogy ezt végig tudta kezelni, és ezt a stabilitást meg tudta ő, úgy adta át a kormányt, hogy az ország stabilan, a parlament stabilan volt, és, és még a gazdaság is ahhoz képest, hogy milyen világválság tombolt a világban. Nagyon fontos, három percünk van vissza az adásból. Az, hogy Betlen István mint miniszterelnök megbukott, az a gazdasági világválságnak a következménye, vagy pedig nem bukott meg, hanem ő döntött így, hogy nem folytatja. Gábor. Ezért nagyon nehéz azt azért tegyük hozzá, hogy egy megnyert választás után hagyta ott a miniszterelnöki pozíciót, Ebben nyilván benne van az is, hogy ö, nem akart ő bukni. De hogyha megnézzük... Tehát megint ö, taktika. Betlen, taktika. de hogyha megnézzük Betlennek a további működését, tehát ő azért mindvégig ott maradt a szürke eminenciásként, ugye ö, ő sokáig úgy is volt, hogy majd vissza akar jönni végkésebb időben, hogy újra felfelé az ország, akkor újra ö, majd miniszterelnöke lehet az országnak, de akkor ö, és szintén taktika, és ez, ez részben hatalomfértés, részben pedig ö, azért, hogy hogyan lehet az ő saját és az ő rendszerét fenntartani és átmenteni akár, tehát tisztában volt azzal, hogy azok a módszerek, amiket ő alkalmazott is, amelyek az elmúlt tíz évben gyakorlatilag az ő védjegyévé váltak, azokkal ezt a válságot teljesen tökéletesen nem lehet kezelni. Ameddig lehetett, ő elment és viszonylag jól kezelte, de itt új, új intézkedések kellettek, és ehhez sokkal, jobb, sokkal hitelesebb volt egy új arc, és ezzel, tehát Károly Gyula, és ezzel ő ő maga sem vesztett akkor át a saját tekintélyéből. Az aztán, hogy hogyan alakult a, mind a külpolitikai, mind a belpolitikai helyzet, az megint egy más kérdés, mert hát aztán Károly Gyula után nem Betlen tudott visszajönni, hanem jött Gömbös. Így van. Tanár úr, újvári tanár szóba kerül, mint külügyminiszter több alkalommal, mint londoni, mint berlini követ, nem vállalja el ezeket, mert egyértelmű, hogy számára ez kicsi feladat lenne. Tehát tényleg ő azt gondolta, hogy vissza térni, és hát tegyük hozzá, hogy végig ott volt azért a magyar politikában, a 39 ig képviselő, után a felsőházi Bet Betlen Hortinak az egyik fő tanácsadója 44-ig, és tulajdonképpen a kiugrási kísérletre is elsősorban ő próbálja meg Hortit rávenni. Károly, egy tragédia a sorsa. Tragédia, és milyen érdekes, hogy szinte csak sikerekről beszéltünk, tíz éves kormányzás, Óriási sikerek, és akkor azt írja, hogy miért mond le, mert, mert annyira gyűlölnek. A, a bőrömön érzem, hogy mindenki gyűlöl. Tehát ez egyszerűen felfoghatatlan, és ezért úgy érzi, hogy háttérbe kell lépnie. Hát igen, 44-ben neki menekülnie kell és végül is a sors iróniája, hogy most, tehát Szovjetunióban fog elhújni. Egy börtönkórházban. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek és elfogadták a meghívásunkat. Önök az Ez itt a kérdés látták műsorunkat, visszanézhetik a mediaclick.hu-n és a Youtube-on, de követhetnek minket a Facebookon is. A magyar tudósok évtizedek óta azon dolgoznak, hogy kutatásaikkal a világra szólót alkossanak, nem csak a Földön, de a világűrben is. A mértföldtőnek számító munkáról, Földünk állapotáról, a klímahelyzetről, a környezetvédelem és az űrkutatás kapcsolatáról is beszélgetünk majd következő műsorunkban, tehát holnap akkor is tartsanak velünk. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. thank you